Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal egy tanuljuk együtt típusú webináriumra kerül sor, amely kifejezetten olyan céllal került meghirdetésre, hogy egy bizonyos alkalmazást lépésről lépésre, lassú tempóban, inkább kevesebb témát érintve mutassunk be, annak érdekében, hogy aki szeretné megismerni az alkalmazást, az kapjon olyan segítséget, amellyel már rögtön az előadás után tud dolgozni. A mai alkalommal egy videószerkesztő program van terítéken, amelynek a neve OpenShot. Ez egy ingyenes, teljesen ingyenes program, jelenleg a 2.5.1-es változatot töltöttük le, és ez látszik most itt a képernyőn nálam, amely képernyő ilyen sötét-fekete színű és magyar nyelvű. Na most kezdjük ezzel, hogy mi van akkor, hogyha valakinek nem magyar nyelven van, akkor itt fönt a menüben van egy pár menüpont, 5 darab, és kell lennie egy edit szerkesztés menüpontnak, és akinek magyarul van, annak is javaslom, hogy a szerkesztés menüpontot válassza, és ott a settings vagy beállítások az a menüpont, amit mi most keresünk, és hogyha ez megvan, akkor itt rögtön az első helyen látható a nyelvbeállítás, tehát látszik, hogy nekem itt rögtön magyar nyelvű. Ha valakinek itt a language felirat, gondolom, az lehet, ha valakinek itt ez angolul van, akkor átállíthatja magyarra, és utána érdemes újraindítani a programot, de lehetséges, hogy automatikusan mindenhol átvált. Ez az beállítások ablak olyasmi, amivel általában nem kell foglalkoznunk. Minden beállítás, ami itt van, az úgy, hogy mondjam, alapértelmezésben megfelelő. Hogyha valaki már magasabb szinten fogja ezt művelni, és sokféle apróbb dologra is kíváncsi, akkor ez természetesen rendelkezésre áll. Például lehet csatolni az videószerkesztőhöz két külső programot is, azokat itt kell megtenni, majd beszélek róluk egy kicsit. Az egyik a Blender, a másik pedig az Inkscape, szintén ingyenes programok. Még egy dolog van, hogy lehet más ilyen világos témájú kinézetet is állítani a programnak, de általában ez a sötét, ez sokkal pihentetőbb, úgyhogy én ezt tanácsolom használni. És én a bezárással ezt el is intézem. Nézzük meg, hogy az OpenShot program hogy néz ki, tehát hogy milyen fontos dolgokat kell itt tudni. Hát induláskor ugye van fönt egy menüsor, a menüsor alatt vannak különböző gombok, ezek közül a legjobb barátunk majd a zöld pluszjel lesz mindjárt, aztán itt van egy nagy fekete terület, amire oda van írva egy projektfájlok, itt lesznek azok az anyagok, amiből a videókat majd készítjük. A jobb oldalon van a videó előnézet, tehát ez a fekete téglalap. Itt fogjuk látni, hogy mit műveltünk, tehát mit látunk jelenleg. És alul pedig vannak sávok, ugye itt látszik, hogy sáv 5, sáv 4, sáv 3, és ha lejjebb gördítünk, akkor ez nagyon meglepő módon egyig is elmegy. Tehát alapértelmezésben 5 sáv van itt felkínálva, egyébként általában erre nincsen ennyire szükség. Fölötte vannak eszközök, ezen eszközök közül a leghasznosabb barátunk pedig az olló lesz, itt a harmadik az, még ne nyomjuk meg, csak mutatom. Aztán a képernyő közepén van még egy
nagyon nehezen feltűnő egy pontocskákból álló kis vonal, amivel lehet méretezni és tologatni, eltolni az arányokat. Tehát, hogyha a sávokat akarom jobban látni, az előkép előnézet rovására közt felhúzom, az előnézet a fontos, akkor le, és itt is lehet ezt módosítani. Valamint ezeket az ablakrészeket le is lehet választani innen, tehát ha valaki több monitoron dolgozik, szét lehet rakni ezeket. Itt mindegyik ilyen panelnek a jobb sarkában van egy X, meg egy ilyen másik valami, és a másik valamivel lehet megfogni. Most ezt én nem csinálnám, maradjunk ebben az összeállításban teljesen megfelelő. A feladat most mindenkinél az, hogy először is olvassuk be azokat a fájlokat, amelyeket elküldtünk, és le kellett menteni, tehát néhány videó, néhány kép és egy hangállomány. Ezt úgy kell megtenni, hogy a felső menüsorban van egy zöld színű pluszjel, erre rá kell kattintani, és egyszerűen be kell tallózni. Látszik már innen messziről, hogy van egy darab hangfájl. Honnan tudom, hogy az egy hangfájl? Hát ott van a hangjegy. Van három darab videó, honnan tudom, hogy videó, onnan, hogy ilyen filmes széle van, olyan, mintha lyukacsos lenne, és van három kép, amiből kettő vízszintes, és egy pedig függőleges. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha videót szeretnénk készíteni, és most kétféle videóról beszélek, az egyik olyan videó, ami képekből áll, tehát olyan, mint egy ilyen milyen lejátszódó fotó animáció, tehát ilyen fotók egymás utánja, egy diavetítés. Ezt is megmutatom, és azt is, hogy mi van, hogyha videókat kell szétvágni, összeilleszteni és farigcsálni. Minden esetben az alapfájlokat, az alap eszközöket ide kell betenni ebbe a ezen projektfájlok közé. Ha bármi egyéb képünk is van, például elképzelhető, hogy szükség van mondjuk valamilyen arculati elem vagy logó használatára, akkor is ide kerülnek azok. Na most, hogyha rákattintok mondjuk egy képre, itt mindegyik kép és videó Londonhoz kapcsolódik, akkor ugye még nem történik semmi, tehát nem látom itt jobb oldalt, hogy nagyban hogy néz ki. És akkor látszik ez, hogyha rákerülnek a sávokra. Ha valaki a fájlokat külön mappákba tette, akkor külön-külön kell azokat behívni. Természetesen, hogyha külön helyekről van, akkor mind be lehet idehozni. És ugye a munka úgy kezdődik általában, hogy a nyersanyagokat beolvassuk. Lehet, hogy a mobilunkról mentettük le, lehet, hogy valahonnan máshonnan szereztük meg a videókat vagy képeket, de minden esetre ide kell beolvasni őket. Itt fontos kiemelni azt, hogy minél nagyobb egy videó mérete, annál nehezebben fog boldogulni vele a számítógép, nem azért, mert a program rossz, hanem azért, mert ez erőforrás igényes, tehát erre azért számítani kell, hogy ha valaki hatalmas, nagy, hosszú videókkal szeretne hosszasan dolgozni, ahhoz egy erőgép szükséges. Az én gépem nem erőgép, én a ilyen egyórás videókkal még el tudok boldogulni, de hát ez már nagyjából egy ilyen határeset. Nem áll le, vagy nem azt mondom, hogy nem működik, de igazából kell hozzá az erőforrás. Na, nézzük, hogy hogyan lesz ebből a videó. Hát először is a sávokra kell tenni a tartalmat, és a sávokon
levő tartalom fog bekerülni a videóba. Fogok egy képet, az egyik képet fogom, és lehúzom ide a sávra, tehát innen a projektfájlok közül az ötös számú sávra húztam, ez a legfelső, ugye? És rögtön megjelent a képernyőn maga a kép, és tulajdonképpen hiába kép ez, látjuk, hogy van neki kiterjedése itt a sávon, és látunk a sáv fölött egy ilyen vonalzó félét, ami olyan, mint egy idővonal, nem csak olyan, mint egy, hanem az is. És ezen az idővonalon látjuk, hogy ez a hosszabb rovátka, ez a 15 másodpercnél van. Tehát az azt jelenti, hogy jelenleg a képünk, ha úgy szemre nézzük, akkor körülbelül 10 másodpercig fog látszódni. Tehát egy olyan van, amin van egy kép, és az 15 másodperc, vagy 10 másodpercig látszik. Most elindítottam itt a lejátszót, és ezt, hát ugye nem látjuk, hogy ez mozog, mert nem mozog, hanem ez a kép most egy videón van, ami és körülbelül 10 másodpercig volt látható. Ugye itt látszódott is a számláló, és van egy nagyon jó barátunk, egy ilyen csúszka, ő az, ami egy ilyen piros vonal, és a tetején van egy ilyen kék, hát ilyen körcik, ilyen pizza szelethez hasonló, és ez az, ami megmutatja, hogy éppen hol vagyunk a videóban, tehát ezt lehet húzni itt az idővonalon, és akkor el lehet igazodni. Na jó, tegyünk mellé még akkor a kép mellé egy másik képet is, a mellette levő képet teszem, ide mellé, nagyon ügyesen egymás mellé teszi, szinte összetapad. Nagyon vigyázzunk arra, hogy ne tegyük úgy, hogy távolság legyen köztük, vagyis űr, és úgy se, hogy átfedés legyen. Na most itt a idővonalon van egy fehér pluszjel és egy fehér mínuszjel, és oda van írva, hogy 15 másodperc. Ez azt mutatja, hogy milyen felbontásban látjuk mi ezt az idővonalat. Tehát én egy nagyon egyszerű kis tulajdonképpen fotóvideót, vagy diasót, diavetítést készítettem. Van rajta kettő darab kép, ugye? Itt van a kettő kép, az egyik ki van választva, mert az piros keretet kapott, amelyikre így rákattintok, az piros, és itt az idővonalon látom, hogy körülbelül mekkora ez a beosztás. De a plusz jellel egy kicsit rá lehet zoomolni, hogy úgy mondjam, tehát egy kicsit a nagyobb rovátkák között már 10 másodperc lesz a távolság. Most eltűntek a képek, de az azért van, mert az alsó csúszka is elcsúszott. Látszik, hogy ilyenkor akkor a képek egy kicsit szélesebben látszódnak. Ez videóknál hasznos, főképpen. Hát ugye alapértelmezésben 10 másodperc egy kép fennmaradási ideje, hogy úgy mondjam, látszik is, hogy az első 10 másodpercig látszik a másik is. Tehát ha fogom ezt a csúszkát és húzom itt, tehát nem a lejátszást nézem itt, nem a lejátszást indítottam el, hanem a csúszkát húzom, akkor látszik, hogy itt, amikor átérünk, akkor hát ez csak észreveszi magát, és már átvált a képre. Tehát, hogyha ezt le akarom játszani, most nem az elejétől, ugye, látszik, ahogy mozog ez a mutató, most váltott át. Ugye, az átváltással kapcsolatban azért érdemes elmondani, hogy a két kép határ mesdjéjén lehet alkalmazni valamilyen áttűnési effektust. Aki használ PowerPointot, tudja, hogy miről beszélek, a diák között is lehet ilyet választani. Hát én azt szeretném tanácsolni, hogy ezzel nagyon csínyán bánjunk, mert itt nagyon sokféle dolog lehet, és túl
túlságosan elveszhetünk ebben a, ennek a látványában, és elvesszük a fókuszt a magáról, a képről. Tehát nem kötelező ilyet használni, sőt, de megmutatom majd, hogy hogy lehet ilyen áttűnéseket készíteni. Tehát van itt nekünk egy képünk, vagyis kettő. Most még egy dolog fontos, hogy a képeknek a mérete az nem lényegtelen. Nézzük csak meg, hogy jelen esetben olyan képeink vannak, ami nem teljesen tölti ki a képernyőt, mert a jobb és a bal szélén fekete csík van. Ez azt jelenti, hogy az a méret, amit itt majd a végén egy, ebből videó lesz, az a kép arány és az a méret, az nem felel meg annak, ami az alapanyagra jellemző. Tehát itt 16:9-es képarányban dolgozunk, tehát az lesz a kimenet, a végeredmény, és ezek a képek nem teljesen olyanok, valószínűleg régebben készültek, úgyhogy erre kell gondolni, hogy ilyenkor mi van, majd erről is beszélek egy kicsit, hogy ilyenkor mi van, de legjobb, hogy mondjam, ha minőségi vesztés, minőségi kompromisszum nélkül akarunk dolgozni, akkor a legjobb, hogy már eleve megfelelő képarányú képeket választunk. Ezek a képek egyébként a Pexels oldalról vannak, azért ezt használtam, mert ezek teljesen ingyenesek, van videó is, és van kép is, a hang pedig a bensound.com-ról van, ez is ingyenesen használható. A szerzőjogokra a videókészítésnél is nagyon fontos odafigyelni. Na most, van két képünk, 20 másodpercig tart ez a történet, és van még egy harmadik képünk is, és azt szeretném ide húzni melléjük. Ez a harmadik kép még érdekesebb, mert ez ilyen függőleges állású. Például, ha mobillal készülnek képek, akkor azok ilyenek lesznek. Nem baj, csak tudjunk róla, hogy ez ilyen. Na, most már van egy 30 másodperc hosszú ilyen képes videóm. Most már csak az kellene, hogy legyen alatt a zene is, ugye? Hát az azért nem olyan rossz, hogyha van. Úgyhogy fogunk egy, itt látható egy, ugye egy zene, ezt megfogom, és ugye, hát hova kell tenni? Ugye, ha én ide teszem az ötös sávra a képek után, akkor az fog történni, hogy 30 másodpercig néma csöndben nézzünk három képet, majd miután ennek vége van, fekete lesz a képernyő, és még további több mint egy percig hallgatjuk a zenét, ugye? Tehát azért ez nem lesz jó. Ezért vannak a sávok, hogy az egyszerre, hogy mondjam, terítékre kerülő dolgokat tudjuk felhasználni. Tehát ezt a hangfájt, ezt a hangállományt, ezt ide alá teszem, és akkor az fog történni, hogy ha ide az elejére húzom valahova, nem tudtam a lejátszást, akkor tulajdonképpen lehet hallani. Megállítottam, mert nem kell nekünk ennyit ezt hallgatni, és akkor ő is meg akart állni. Tehát tulajdonképpen a képek és a hang megvan, még néhány apróság azért hátra van. Hát az egyik probléma az, hogy ugye a hang sokkal hosszabb, mint a képek, úgyhogy hát azt kell tennünk, hogy valahogyan összeillesztük ezt a dolgot. Ugye, ha a képeket hosszabb ideig szeretném nézni, például azért, mert valami festmények vagy valami olyasmi, amit hosszabb ideig kell nézni, például egy diákoknak adott feladatba, hogy nézzenek meg alaposan egy festményt, akkor elképzelhet, hogy azt a festményt nem 10 másodpercig nézzük, hanem akár egy percig is. Tehát itt van például ez a kép, ha fogom magam, és így kihúzom ilyen hosszúra, akkor ez ennyi ideig, tehát az 50. másodperctől az 1
perc, 30 másodpercig látszódni fog. Tehát akár azt is csinálhatnám, hogy a képeket mind kihúzom olyan hosszúra, hogy ugye az egész hangot elfedje, de hát valószínűleg fordítva van szükség erre, tehát ezt a hangot kell rövidebbre venni. Mielőtt ezt megtenném, mutatom, hogy erre a hangra jobb gombbal rá lehet kattintani, tehát erre a hangállományra, erre a hangsávra, és itt több minden van, amelyek közül csak néhányat fogunk megnézni, tehát például a hangerő az egy olyan dolog, amit lehet módosítani, tehát hogyha úgy érezzük, hogy túl hangos a videóhoz nekünk ez a hang, akkor itt lehet ezt módosítani. A klip eleje, a klip vége és a klip egész klipre vonatkozóan. Ugye itt a felkeverés és a lekeverés az egy érdekes dolog, ami azt jelenti, hogy ha elkezdődik a klip, akkor tehát a hanganyag, akkor ugye az a felkeverés, és amikor vége van, akkor az a lekeverés. Tehát itt például be lehet állítani, hogy ez a változó időszak, ez milyen gyorsan történjen. Tehát gyorsan halkuljon el, gyorsan hangosodjon, vagy lassan. Tehát itt a klip kezdeténél vagyunk, ha beállítom azt, hogy lassú, akkor a klip elején ez lassan fog, vagy hát viszonylag lassan fogja ezt emelni, ezt a hangerőt. Na, nem is ez az egyetlen, amit mutatni szerettem volna, de ez fontos. Tehát ezzel állítom be az elejét és a végét. És azon kívül pedig ugye ezt méretre lehet állítani, tehát ide lehúzom. Mit csináltam? Azt csináltam, hogy levágom a hangot, tehát akkor a hangból, hiába másfél perces körülbelül, akkor csak 30 másodperc fog ugye lejátszódni belőle. Nem baj, csak tudjuk, hogy mi van a 30 másodpercig, nehogy ott véletlenül éppen elvágjunk mondjuk egy szöveget vagy valamit, tehát azt meg kell nézni, most nem nézzük meg, de újra rákattintok, még mindig a hanggal foglalkozom, jobb gombbal, és itt a hangerőnél a klip végén is megadhatjuk, hogy lassú legyen, vagy gyors a lekeverés. Most azt írom, azt tettem bele, hogy lassú legyen. Most élesebb szeműek láthatják, vagy a videón látszódni fog, hogy most megjelent két darab kis kék, vagyis kis zöld kis jelecske, meg egy sárga is a végén, meg az elején. Az jelzi, hogy honnantól kezd lekeverődni, vagy meddig keverődik fel, hangosodik föl ez a hang. Itt látszik ez a végén egy picit talán jobban. A másik, és egyben utolsó, ami hanggal kapcsolatban, hogy van itt egy ilyen, hogy megjelenés ebben a jobb gombbal előhívható menüben. Tehát a jobb gombbal előhívható menüt mutatom. Itt látszik egy olyan, hogy hullámforma megjelenítése és gyors nézet megjelenítése. A hangot nézni nem lehet, úgyhogy a gyors nézet az nem játszik most, de a hullámforma igen, mert megmutatja, hogy tulajdonképpen a hangerő hogyan is alakul, vagy nem csak a hangerő, hanem a hang maga, a hang mintázata, hogy néz ki. Tehát nézzük meg, hogy ha ezt kapcsoljuk be, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen az eredeti hangunkban hol vannak ilyen csöndesedések például. Tehát amikor így összenézzük a képekkel, akkor ez ad egy kis segítséget. Nem muszáj használni, lehet a fülünkre is hagyatkozni, de ez a fülünket kiegészíti a szemünkkel, ha szabad így fogalmaznom. Jó, ezt most visszakapcsolom jobb gomb, megjelenés, gyors nézetre, és nem látok semmit. Talán így nem zavar annyira. Tehát mit csináltunk eddig? Eddig azt csináltuk, hogy a szükséges számú fotót behúztuk az első
ötössel jelölt sávra. Be tudjuk állítani a képeknek az idejét, hogy meddig látszódjanak. Jelen esetben ezek most éppen 10 másodpercig látszódnak. Hogyha ugye zoomolni szeretnék az idővonalon, akkor ugye a plusz jellel lehet ilyen tágasabbra húzni, akkor ugye azt jelenti, hogy két ilyen nagyobb beosztás között annyi másodperc van, amennyit a jobb oldalon látszik, tehát 5 másodperc, és akkor így látszik is, hogy miért mondom, hogy ezek 10 másodpercig vannak fönt, és ahhoz, hogy ennek aláfestő zenéje legyen, az ugye egy hangfájlra, egy MP3 fájlra szükségünk volt, ezt a alattelevő sávra tettük a 4-esre, és itt jól látszik, hogyha már ilyen közel megyünk, akkor jól látszik, hogy van egy kis pontatlanság az ügyben, hogyha zoomolok, akkor itt látszik, hogy a hang tovább tart, mint a kép, mert nem voltam elég pontos, sőt a kép sem pont a 30 másodpercnél van, tehát itt most ügyesen vissza lehet valamennyire precízen húzni, és ezzel a csúszkával lehet ezt ellenőrizni. Ha egy képet nem szeretnék benne hagyni mégsem, akkor semmi gond, rákattintok, és a delete-tel kitörlöm innen. Tehát nem biztos, hogy minden képnek itt benne kell maradni. Sőt, hát tulajdonképpen elvileg az se tilos, hogy egy kép újra előjöjjön. Tehát például lehet egy olyan feladat is, hogy nézzünk meg 10 festményt, utána megjelentetünk kérdéseket. Hogyan? Hát úgy, hogy például PowerPoint-ban elkészítünk egy diát, amire ráírunk feliratokat. És akkor az is kép lesz, képként mentjük el, ide behívjuk, majd utána újra lejátsszuk a képeket, hogy még egyszer nézzék meg. Tehát kétszer is be lehet hívni egy képet. Ide, egymás után. Tehát ez a projektfájlok itt fönt tulajdonképpen a raktár, és a raktárból bármikor be tudok tenni ide a éles játékba a sávokra, amit csak szeretnék. Értelemszerűen ilyen kép és hang esetében a sávoknak nem kell, hogy 5-5-ten lenniük, tehát természetesen, ha valakit ez zavar, akkor erre a nyílra rá kell kattintani, nyomva tartani az egeret, és sáv eltávolításával ugye ezeket ki lehet innen törölni, de ha valakit nem zavar, akkor maradhat, nem okoz semmilyen bajt, ha több sáv van. Lehet több sáv is, tehát ha valami nagyon bonyolult videóval van dolgunk. A sávok még kényelmi szempontból is jók, hogyha különböző témájú dolgokat akarunk összerakni, akkor jól látjuk, hogy hol kezdődik egyik, hol kezdődik a másik. Na most itt az ideje, hogy azért egy mentést is végezzünk, tehát a menüben, a fájlban van egy olyan, hogy projekt mentése, vagy projekt mentése másként, egy OSP kiterjesztésű fájl fog keletkezni. Én azt a nevet választottam, hogy névtelen projekt, de természetesen mindenki adhat neki nevet. Hogyha úgy látjuk, hogy a hangunk nem eléggé illeszkedik a képek megjelenési idejéhez, tehát még akarunk belőle visszavágni, akkor rákaptintunk a hangra, akkor lesz ilyen piros, és akkor fogom az egeret, elmegyek a jobb szélére, a jobb szélén akkor ilyen nyíllá változik a kurzor, megnyomom, és húzom jobbra és balra. És akkor tudom rövidíteni. Ugyanez vonatkozik a képekre, mindig amivel dolgozom, az piros, az van kiválasztva. Jó, tehát ez volt az, amikor képekkel dolgozunk, és így készítünk belőlük egy videót.
Még egy dolgot szeretnék mutatni. Ugye ne felejtsük el, hogy egy nagyon érdekes, fontos dolog volt az, hogy a hangnál a keverést is, tehát a hangerőt is elintéztük, tehát a hangerőnél a klip kezdete és a klip végénél a keverést meghatároztuk, de a klip egészére vonatkozóan is változtathatunk ugye a hangerőn, tehát lehet ez mondjuk 70%, most ezt nem próbálom ki, csak egy példát mutattam. Na most mi van akkor, hogyha én szeretnék feliratot tenni ebbe? Tehát az ugye egészen természetes, hogy kell legyen egy eleje, meg kell legyen egy vége, de az is lehet, hogy közé akarok írni valamit. Hogyan járok el? Ekkor kell feliratokkal foglalkoznunk, és ezt még itt ennél a résznél meg is beszélnénk. Tehát ott tartunk, hogy azért érdemes menteni, hogy legyen meg. A menüben itt fölül van egy ilyen felirat, hogy felirat, és ha erre rákattintunk, akkor két lehetőségünk van. Van a felirat és az animált felirat. Most az animált felirathoz kell egy külső program, a már kicsit említett Blender, annak segítségével lehet ilyen animált feliratot készíteni. Ne ezzel kezdjük az OpenShot-os életünket, meg számítani kell lassulásra, erőforrás igényre, úgyhogy én ezt meg sem mutatom, elég a rendes felirattal foglalkozni. Ha a feliratokat kattintom, akkor itt van néhány felirat típus, amit a program alapértelmezésben ad. Hát azért ne számítsunk arra, hogy ezek a világ legszebb feliratai azért. Ha valakinek ez nem elég jó, akkor jön szóba a másik külső program, az Inkscape program, azzal lehet feliratot szerkeszteni, vagy pedig a kicsit egyszerűbb megoldás, amit én gyakran alkalmazok, hogy amit én látni szeretnék, azt elkészítem egy PowerPoint dián, majd azt a PowerPoint diát szépen PNG-ben exportálom PowerPointból, és itt már az egy képként jelenik meg. Ez azért jó, mert ott az arculati elemek, logók, különböző kötelező feliratok szépen elhelyezhetők. Ugye sokan használjuk rajzoló programként magát a PowerPointot, bár nem erre való, de kívánóan működik. Na, csináljunk egy feliratot. Hát itt sok minden van. Én itt a harmadik sorban a felhő egyet fogom választani, ezt a feliratot. Ez lesz mondjuk a címe ennek az egésznek, és látszik, hogy itt ki kell tölteni. A file nevet adhatok neki, azt most nem változtatom meg, felirat file név 1 lesz. A felirat helyére az első sorban odaírom, hogy fényképek, és hát kicsit várok, mert azért dolgozik vele. Az alcímnek azt írom, hogy Londonból. És akkor ugye mit látunk? Azt látjuk, hogy van egy fekete háttér, egy fehér felhő, kék szegéllyel, és kék színű szöveg jelenik meg rajta. Alatta megváltoztathatjuk a betűtípust, ami ugye hát eléggé adódik, mert ez a Times típusú, ez nem olyan nagyon látványos, de én ehhez most nem nyúlok hozzá. Alatta a szövegszín, választunk egy másik szövegszínt, mondjuk ezt a élénk pirosat, ugye, akkor most ez lesz a szín, és a háttérszín is változtatható, tehát a háttérszín helyett mondjuk egy ilyen enyhébb kéket fogok választani, és akkor ilyen londoni színű lesz ez az egész. És ha ez nekem tetszik, most mondjuk azt, hogy tetszik, akkor ezt menteni is lehet. Tehát még egyszer, feliratok, a sablonok közül választunk egyet, attól függ, hogy miért akarunk, van ilyen korhatárjelző, meg stáblista, meg nem tudom. A címek közül az első, a harmadik sorból az elsőt, a felhő egyet választottam, és itt beírtam azt, hogy fényképek, alcím második sorban az, hogy Londonból, alatta a betűtípust lehet változtatni, de én nem tettem, szövegszín pirosra állítottam,
háttérszín pedig kékre. És megnyomom a mentést, és figyeljük meg, mi fog történni. Azt fog történni, hogy ebből képződött egy kép. Képződött egy kép, ami itt meg is jelent a projektfájlok között, tehát ez most már használható, ide lehúzható a sávra, tehát ezt itt, ez most már így néz ki. Na most persze, hogyha be akarom ide tenni, akkor van egy kis dolgom, tehát az ugye az van, hogy egy kis helyet kell neki csinálni, ezeket a képeket ide szépen képeket egy kicsit odébb toltam, és ide az elejére tettem ezt a feliratot, ugye, áthúzom úgy, hogy minél jobb legyen, ugye a hangnak is akkor hosszabbnak kell lennie. Most precíziós munkát nem végzek, de talán látszik, hogy hogyan működik ez a dolog. Mert egy kicsit zoomolok, hogy jobban lássam, hogy mi a helyzet. Tehát látszik, hogy egy picit hosszabb lett a kép a kelleténél, de így jó. Most véletlenül történt egy kis effektus, de ezt most leveszem innen, de megmutatom mindjárt. Tehát most mi történt? A felirat került az elejére, mint egy kép. Ugye? Hogyha lejátszom, akkor az fog történni, hogy látjuk X ideig a fényképek Londonból címet, az X ideiget én meg tudom határozni, majd jönnek. Most megint leállítom, és akkor fölmerülhet ugye az a kérdés, amit véletlenül kialakult, hogy akkor lehet-e valami átmenetet csinálni. Hát lehet csinálni átmenetet, ugye itt van egy ilyen, hogy átmenet, a projektfájlok alatt átmenet, itt vannak az átmenet típusok. Na most, hogyha szeretnénk átmenetet választani, akkor ugye itt tudunk választani, és ezeket tudjuk tulajdonképpen alkalmazni akkor, hogyha a képeket egy kicsit összehúzzuk. Ha kicsit összehúzzuk, tehát egymás átfedésébe kerülnek, akkor ott automatikusan megjelenik egy ilyen kék színű terület, és tulajdonképpen ez maga az átmenet, ha ki akarjuk törölni itt az eltávolítás, ha tulajdonságokra kattintunk, akkor itt még különböző beállításokat lehet tenni, de én ezt most nem szeretném megtenni, úgyhogy ezt ki is kapcsolom. Itt vannak a különböző típusú átmenetek, hát még egyszer mondom, nagyon-nagyon csinyán kell ezekkel bánni, mert inkább elveszi a figyelmet, vagy inkább káros, mint hasznos. Mindegy, hogyha szeretnénk alkalmazni egy ilyet, lehúzzuk, és akkor itt tudunk választani méretet, tehát időtartamot, hogy úgy mondjam, de most ide tettem a hanghoz, tehát ez a alapértelmezett átmenet ez itt van, de ide ezt rá tudom húzni erre a két kép közötti határterületre, és akkor addig fog tartani. Ugye ez kicsit ilyen pepecs munka, ki kell számítani, vagy meg kell nézni, hogy meddig tartson az az átmenet. Én nem szeretem az átmeneteket, és nagyon módjával ajánlom csak a használatukat, úgy ki is törlöm, és visszaállítom ezt. A mentés szükséges, tehát a mentés az már hát indokolt most már, mert tettünk csomó dolgot, tehát Ctrl-S-sel vagy a projekt mentésével a file menüből ezt meg lehet tenni. Ugye ne felejtsük el, hogy most látjuk ezeket az átmeneteket, de a projekt fájlokra visszakattintva látjuk, hogy honnan indultunk. Most a vége következik, és a fájlban most csinálunk ebből ténylegesen videót.
Tehát ezt úgy kell csinálni, hogy a file menüpontban találunk egy piros pontot, ami a projekt exportálás névre hallgat, és van itt egy ilyen, hogy videó exportálása. Na most a videó exportálásánál megjelenik egy menü. A menüben fönt megadjuk a fájlnak a nevét, tehát például az lesz a fájlnak a neve, hogy fotók. Megadjuk, hogy hova, melyik mappába szeretnénk ezt menteni, ezen én most nem változtatok. Valamint beállíthatunk különböző dolgokat itt. Én azt javaslom, hogy ezen olyan nagyon sokat ne változtassunk. Egy dolog, amit viszont fontos megtenni, az pedig a videó profilnál itt adjuk meg, hogy nekünk a végeredmény milyen videó legyen. Hogyha YouTube-ra szeretnénk dolgozni, akkor bizony fontos ezt átgondoltam megtenni. Most előre szólok, ha ide kattintunk a videó profilhoz, ide a kínálatról, akkor itt egy óriási, óriási kínálatot fogunk kapni. Mondtam, és hát itt van 4K-s felbontás, meg minden, tehát elég komoly dolgok is, meg vannak nagyon kicsike méretek és képarányok, ilyen régi dolgok, DVD, meg CVD, meg PAL, meg NTSC, meg minden, ezek régi, régi szabványok. Itt, ami nekünk szükséges, az kell megfontolni, hogy mennyi mozgás van a videóban, és hogy fontosak-e azok a mozgások. Mondok példát. Ha én egy PowerPoint előadást tartok, és azt mutatom be, és abból készítek videót, akkor abban nem olyan nagyon fontos, hogy olyan gyönyörű, szép felbontású videó legyen a vége, a méret talán fontosabb. Ezért tehát ilyenkor a 720p-s felbontást szoktam használni, ez ugye az 1280x720 pixeles méretet jelenti, ott van most a kiválasztás. Az FPS pedig a frame per second, ami azt jelenti, hogy hány képkockát akarunk látni másodpercenként. Ha egy szép videót akarunk, akkor ugye ez a szám minél nagyobb legyen, 50-60. Ha pedig nem akarunk szép videót, mert tényleg egy előadásról van szó, nem a látvány lényeges annyira, akkor lehet ez kisebb, 30 mondjuk. Ha pedig a YouTube-ra való videóban gondolkozunk, akkor viszont inkább a HD 1080p-s felbontást javasolnám, tehát ez 1920x1080-as méretet jelent. Jó, ha ezt kiválasztottuk, akkor utána el fog indulni a konvertálás tulajdonképpen, kiválasztom most ezt, és ha megnyomom ezt, hogy videó exportálása, akkor el fog kezdeni ezzel dolgozni. Itt szeretném elmondani, hogyha a videó hosszú és elég nagy felbontást kérünk, elég nagy, jó minőségű felbontást kérünk, akkor ez az exportálás el szokott tartani sokáig. Gépfüggő persze, tehát ne ijedjen meg senki, hogyha egy filmje mondjuk egy óráig vagy másfél óráig exportálódik. Hát ugye ez látjuk, hogy ez egy 32 másodperces cucc, ugye a cím miatt egy kicsit hosszabb, és ez sem pillanatok alatt exportálódik, nyilván az én gépem szabja ennek határát. Ha ez megvan, akkor az adott helyen elkészül a videó. Tehát érdemes ezt az exportálást mindenkinek megcsinálni, hogyha velem együtt alkalmazta, vagy foglalkozott ezzel a példával. És akkor, ha itt végigfut a felirat, a 100%-ot elérjük, akkor megmutatom, hogy hogy kell videókkal csinálni ugyanezt. Szeretném előre bocsátani, hogy már nagyon sok mindent tudunk, mert a videóknál ezek mind ugyanígy működnek majd,
mint ahogyan eddig használtuk. Tehát ez most kész van, és ezt én becsukom, most nem nézem meg, hogy milyen lett, mert elhiszem, hogy jó lett, meg hát inkább koncentrálnék a videó szerkesztésre. Most akkor csináljuk azt, hogy ugye használjuk ezt az összeállítást továbbra is, tehát a hangra most nem lesz szükségem, úgyhogy a hangra én egy mozdulattal szépen rákattintok és kitörlöm, valamint most a képekre sincs szükségem, úgyhogy kitörlöm a képeket is, rákattintottam és delete-tel kitöröltem. Viszont a feliratot megtartanám azért, az jó, ha van. A csúszkát idehúzom, és akkor a felirat látszódni fog az előnézetben. Az is igaz, hogy már nem fényképek, hanem videók jönnek, de hát ez, vagy ha zavar minket, akkor egy pillanat alatt lehet csinálni egy másik ilyen címet, és akkor az olyan lesz. Tehát ezt a buborékot választom, és akkor videók. És alcím az lesz, hogy Londonból. Tehát nézzük meg, hogy akkor videóval hogyan kell dolgoznunk, és ugye alapértelmezésben itt is készíthető felirat, vagy használhatunk külső képet, vagy készíthetünk saját magunk ilyen képet, Canvával, PowerPoint-tal, bármivel, Inkscape-pel. Nekem van itt egy felirat, amit ezzel a feliratkészítővel készítettem, videók Londonból, a plusz jellel egy picikét megnövelem a felbontást, tehát két ilyen hosszú jel között 5 másodperc van, ez azt jelenti, hogy nekem a címre túl sok ez a 10 másodperc, visszahúzom ilyen 3 körülre. És akkor hozok ide egy videót, ezt a videót én ide alulra teszem, mert szeretnék valamit megmutatni. A videó esetében ugyanaz a helyzet, mint a hangnál, emlékezzünk vissza, hogy a jobb gombbal rá lehetett kattintani, és volt egy olyan, hogy megjelenés, és volt egy ilyen, hogy hullámforma és gyors nézet. Na hát a videó az látszik, tehát annak van gyors nézete, tehát amit fent látszik, hogy mi a videó első diája, az ugye itt látszik, és itt is lehet ilyen hullámformát kérni, ez a hullámforma a videó hangjára vonatkozik, tehát láthatjuk, hogy hát milyen típusú a hang alatta. Hát ennek a hangja nem olyan szép, úgyhogy bizony meg lehet tenni azt, hogy fogjuk magunkat, és a hangerőnél a klip, egész klipre vonatkozóan levesszük a hangerőt nullára. Ezzel mi történt? Az történt, hogy ez a hang nem fog hallatszódni, tehát ezeknek a buszoknak a hangja, mert itt buszok vannak, egy kicsit így odébb megyek, tehát ezeknek a buszoknak a hangja nem fog hallatszódni. Ha szeretném használni az én korábban már használt hangfájlomat, akkor aláhúzom ide, tehát ezért értelmes, hogyha több sáv van, mert akkor ezekkel így egyszerre tudunk dolgozni. Tehát amit a csúszka érint, az mind látszik, hallatszódik a videóban. Tehát itt jelen pillanatban, mivel alátettem a hangot, egyszerre fog menni a hang, és innen a kép. Miért csak a kép? Azért, mert az előbb lenémítottam. De egyébként, ha nem, akkor ott káosz is lenne. És hát, ha már itt tartunk, ha még ide fölülre teszek valamit, az is meg fog jelenni. Tehát például, hogyha valamilyen rosszaság miatt ezt a képet idehúznám, akkor itt egy kicsit odébb megyek, akkor itt egy furcsaság fog történni, ez. Tehát a videóra rá tudok tenni még egy külön képet is,
ha valami indoka van. Tehát például lehet, hogy a videóban valaki mesél arról, hogy ó, a Tower Bridge milyen jó volt, de közben mi nem ezt látjuk, hanem egy londoni utcát látunk éppen. De ha egy pillanatra fel akarjuk villantani a Tower Bridge-et, akkor beletehetjük a képet, természetesen, ugye mi van itt, ugye a felső szinten levő látszik ugye legelőször, tehát a kép látszik, ha alatta megy a videó, és alatta még ez a hang is megy. Ha a képet alá teszem, tehát ha a képet ide helyezem át, tehát ide le, akkor már a kép nem fog látszódni. Tehát a sávoknak ez a jelentősége van, hogy az minél kisebb a sáv száma, annál lejjebb van, tehát olyan, mint a képeket egymás mögé tennénk. Tehát ha a videó alatt van a kép, akkor nem látszik, ha a videó fölötti sávon van, akkor pedig látszani fog a kép. A videókat egymás után rakni ugyanúgy kell, mint a képeket, pontosan ugyanúgy, tehát hogyha egy újabb videót szeretnék ide tenni, akkor ugye ide tudom így tenni. Megint igaz az a dolog, hogyha átmenetet szeretnék igénybe venni, akkor ugye azt kell tennem, hogy használok valamilyen átmenetet, itt innen választok, megint mondom, hogy módjával, és mondjuk, nem tudom, talán ezt, és akkor ugye itt már három dolog lesz egymáson, ugye ott az átmenet, az a kicsit ilyen áttetsző, akkor a két videót össze kell csúsztatni egy picit, hát azt meg kell nézni, hogy hány másodpercig legyen az ott összecsúsztatva, és ezt az effektust, ezt az átmenetet össze kell húzni akkorára, amekkorára ezt szeretnénk. Most, ha meg akarom nézni, hogy ez milyen, akkor ide húzom a csúszkát, és akkor egy beindítással megpróbálja megjeleníteni, ha bírja. Hát itt ilyen lassított módon csinálja. Ráadásul ugye ez nem egy videó, hanem egy kép, amit idehoztam. Tehát ezért a képre ment át, de az átmenet azért megtörtént. Leszedem innen az átmenetet, mert nem kell, és ezt viszont ezt a képet eltüntetem, és egy videót hozok, mert az arra mondtam, hogy legyen videó. Tehát itt egy másik videó. Akkor egymás után teszem a videókat, akkor ugye a vágás ilyen hirtelen vágás lesz. Na most már akkor csak annyi van hátra, amit még eddig nem beszéltünk, és talán ez kell a leggyakrabban a videókkal foglalkozunk, hogy hogyan lehet egy videóból kivágni egy részt, vagy hogyan lehet levágni egy részt esetleg. Azt már láttuk, hogy több videót hogyan lehet összeegyesíteni, itt látszik. Tehát itt három videó is van, ezt a harmadikat is ide tudom tenni. Most már így elég hosszúnak tűnik, valójában nem olyan nagyon hosszú, úgyhogy látszik, hogy ez így most összességében még nem éri el a 2 percet. Ugye a közben a zenénk az meg 1 perc 30 másodperces, szóval a zenét csökkenteni lehet, de növelni nem. Hát azt nem lehet, hogy mondjam, osztódással szaporítani. Na nézzük meg, hogy hogyan kell kivágni egy részt a videóból. Mondjuk, hogy itt van ez a videó, ugye ebben ez lehet, hogy nekem túl hosszú. Ez a videó egyébként egy ilyen statikus videó, ami a Tower Bridge hát forgalmát mutatja, és hát olyan hangulati dolog, de lehet, hogy túl hosszú. Tehát például azt mondom, hogy hát nekem nem kell ilyen hosszú, nincs is ilyen hosszú hang aláfestésem, úgyhogy inkább levágnám én ezt. Na nézzük meg, hogy hogyan kell.
Hát először is nagyon meg kell nézni, hogy hol akarunk vágni, mert ez olyan, mint az olló, hogyha levágtuk, az le lesz vágva, hogy úgy mondjam. Tehát akkor ott már nincs visszaút. Úgyhogy ez a kis csúszka segítség, tehát itt jelöltem magamnak, hogy én itt szeretném ezt a vágást, tehát itt a csúszkánál fogom a felső, tehát a négyes sávon levő videót levágni. Ehhez én az ollót használom, megnyomom az ollót, ilyenkor a kurzor megváltozik, és ilyen szaggatott vonal lesz. És akkor meg kell próbálni a lehető legközelebb menni ahhoz a helyhez, ahol én vágni szeretnék. Vigyázzat, amikor rajta vagyok a csúszkán, akkor pont nem lesz aktív. Tehát nagyon közel kell menni a csúszkához is, egy kattintás, és szét is vágtuk a videót. Nagyon fontos, hogy a kezünkben most egy olló van, ezért ezzel az ollóval ne kattingassunk össze-vissza, mert tragédiához vezet, és nem lehet visszavonni. Tehát ha véletlenül most csinálok egy ilyen tragédiát. Jó, véletlenül kattintottam egyet ide is. Visszaragasztani nem tudom, de ha nem nyúlok hozzá, akkor nem fog észrevevődni semmi, tehát azt nem fogja tudni a néző majd, hogy ez két darabból áll, mert ugyanúgy jönnek egymás után, nem lesz szakadás. Tehát megtettem azt, amit kellett, itt levágtam, tehát ha végeztem a vágással, vissza kell menni az ollóra, és még egyszer megnyomni, és újra visszakapni a rendes kurzort, és akkor már ezek a plusz részek, amik itt most lettek, most két ilyen darabka is van, ezek már nem kellenek, ugye levágtam belőle, akkor ezt delete-tel kitörlöm. Ugyanez igaz arra, hogyha a film közepéről kell kivágni egy részt. Tehát például valami felvétel van, valami része nem sikerül, vagy valamit nem akarunk megmutatni, akkor kivágjuk belőle a részt, tehát egyszer kivág, meg az ollóval vágunk egyet az elején, és egyet a végén annak a résznek, ami nem kell, majd kitöröljük, és összehúzzuk a videót. Jó, tehát ez ilyen egyszerű, tehát itt még egyszer ezen megmutatom, most anélkül, hogy tudnám, hogy mit vágok ki. Tehát vágok egyet mondjuk itt, vágok egyet mondjuk itt, és akkor a közepe mondjuk nem kell, ugye visszamentem, az ollót megnyomtam, hogy újra ez a kurzor legyen, ezt a közepét kiveszem, és ezt pedig újra összehúzom, csak hát persze figyelnem kell, hogy hova vágok, és hogy lesz az átmenet, de ez ennyi, ez a mozdulat, ez tulajdonképpen ennyi, így kell kivágni, a szélét levágni, vagy az elejét levágni, azt pedig már mutattam, hogy hogyan kell. Mi van akkor, hogyha valaki úgy dönt, hogy neki nincsen elég jó hangfájlja, nem talál elég jó, kedves, kellemes, megfelelő hangot olyan helyen, ahol ingyenesen lehet használni. Mi a teendő? Ja, van néhány forrással lehet próbálkozni, a Band Sound is ilyen, de az egyik legkézenfebb megoldás az az, hogy a YouTube-nak van egy zenei könyvtára, és amikor a videó készen van, és nincs neki hangja, akkor a YouTube zenei könyvtárból lehet hangot kölcsönözni, vagy venni, szedni, leszedni, és össze lehet rakni, és akkor ugye garantáltan szerzőjogilag megfelelő lesz. Arra számítani kell, hogy bármilyen videót készítünk, most a napokban a YouTube bevezetett szerzőjogi ellenőrzést, ez azt jelenti, hogy már előre ellenőrzi a szerzőjogi szempontokat, és hogyha valami problémát talál, az rögtön jelzi is. Tehát elképzelhető, hogy ő megtalál benne egy 2 másodperces hangmintát, ami mondjuk szerzőjogi szempontból nem használható, és akkor ott fel is ajánlja, hogy mit lehet csinálni. Általában
az enyhe megoldás az, hogy maradhat, de ebből a videóból bevétel nem keletkezhet, esetleg ebbe a videóba reklámot fog elhelyezni. Vagy azt is felajánlhatja, hogy kivágja azt a részt ő maga, vagy azt is felajánlja, hogy lehalkítja, lenémítja azt a részt, és van olyan is, hogy lehet vitatni ezt a szerzőjogi megjegyzését a YouTube-nak, és akkor lehet nekik írni. Hát ha szabad mondani, azt talán az nem túlzás, azt mondom, hogy nem barátságosak, tehát hogy nehéz győzni az érveik ellen. Én már jártam úgy, hogy legális a Bandsoundról származó, vagy valami hasonló oldalról származó anyag mégsem volt szerzőjogilag rendben, és bár nem volt semmi gond, mert hiszen nem akartam bevételt szerezni, úgyhogy engedték lejátszani, de kipróbáltam, hogy milyen, ha vitatom, és nem vették figyelembe a vitatásomat. Oké, tehát tulajdonképpen mindenfélét láttunk, egy kicsit feljebb húzom, hogy lássuk, hogy mit csináltunk, és ennek a felbontását átállítom, hogy lássuk, hogy mi van. Tehát ugye vannak itt mindenféle videók, ezek ilyen példavágások voltak, ezt itt letörlöm, ez a kép pedig csak így példa akart lenni, de ide beteszem, hogy az arra volt példa, hogy ha ide föltesszük, akkor a videó közben meg fog jelenni egy bizonyos kép. Itt látszik, hogy jelenik meg az a bizonyos kép az adott ideig. Ha a videók hangját szeretnék módosítani, akkor ugye emlékezzünk, hogy a jobb gombbal dolgozunk, és itt mindenfélét lehet állítani, lehet megpróbálni effektusokkal is, meg animálás, forgatás, mindenféle dolgok lehetnek. Ezt akkor tanácsolom, ha valakinek nagyon erős gépe van, és ezekkel nem lesz probléma. Minél bonyolultabb ilyen feliratos, animált dolgokat kérünk, annál inkább esélyes, hogy egy kicsit lassúnak fogja ítélni a gépünket. Viszont arra, hogy videókat összerakjunk, lerövidítsünk, kivágjunk, tehát, hogy nem művészi igényű videókat készítsünk, hanem oktatási célra megfelelő videókat, vagy akár egy projekthez, mint eredmény, mint termék készítsünk videókat, arra teljesen alkalmas ez az OpenShot, ami, mint mondtam, ingyenes, és akkor ugye értelemszerűen itt ez a videó is ugyanúgy menthető, mint az előző, tehát a fájban a projekt exportálást indítom el, ugye rögtön megkérdezi, hogy mi legyen a neve, ugye az, hogy videó nekem, és itt kérdezte valaki korábban, hogy az elérési útvonal az micsoda, tehát hol találja meg a mentett videót, hát itt kellett beállítani, ha ez jó, akkor ez itt található, ha nem, akkor tallózással lehet ezen módosítani, és ugye megbeszéltük, hogy a videónál érdemes a HD felbontások közül a 720p-t, mondjuk az 50-es FPS értékkel, hogyha egy videóról van szó, tényleg is számít a minőség, de ha YouTube-ra szánjuk, akkor az 1080p-set ajánlom. Az több tovább tart majd ennek az exportálása, és nagyobb lesz, mint a forrás videó volt, de az eredmény is jó lesz. Úgyhogy nagyjából ez az, amit a legfontosabb tudni a OpenShot szerkesztő használatáról. Azt tudni kell, hogy van ennek egy motorháztető alatti része is. Egy pillanatra azért megmutatom. Hogyha nézetet nézem, akkor itt van egy olyan, hogy nézetek,
nézetben a nézetek, és van olyan, hogy egyszerű nézet, meg van olyan, hogy haladó nézet. Amit eddig néztünk, az az egyszerű nézet volt. A haladó nézet az ilyen, tehát sokkal több minden kezd látszódni, és több mindent lehet beállítani, viszont hát ez bonyolultabb is, meg nincs is mindig rá szükség. Tehát itt a bal oldalon például elég sok mindent lehet állítani egy adott videóra, most itt a videó van kiválasztva, különböző értékeket manuálisan lehet állítani, de a képre vonatkozóan is lehet pontosabban beállítani, például azt is meg lehet tenni, hogy ez a kép menjen jobbra, vagy menjen balra, vagy egy kis effektussal jelenjen itt meg. Én azt gondolom, hogy alapértelmezésben ezekre így a tanári munka során nem nagyon van szükség, vissza is állítom a nézetet egyszerű nézetre. Természetesen a továbblépés lehet ez az irány, de így a mai alkalommal a cél az volt, hogy egy annyi útravalót kapjon mindenki, hogy el tudjon kezdeni képeket, videókat egyben, akár zenei aláfestéssel összeállítani, vágni, és abból egy kis videót készíteni.